A Győr női BL, majd a Szeged férfi EHF kupa után az MKB MVM Veszprémen a sor, hogy három legyen a magyar aranyigasság 2014-ben. A magyar bajnok története során először a Kölni BL Final forra készül, ahol az elődöntőben a Kiel lesz az ellenfél, a Veszprémiek közben beneveztek a regionális Szeha ligába, a csapatkapitány Nagy László a vendégünk, akire a bajnokok ligája után még sorsdöntő vb selejtező is vár, aztán pedig készülhet nyári kézis táborára. Szia, jó reggelt kívánok, Laci! Jó reggelt kívánok! Én. Laci, kezdjük itt a, a konkurens, a nagy konkurens és egykori klubod a Szeged EHF kupa sikerével. Mennyire lepett ez meg téged, mire számítottál a szegediektől? A bajnoki döntőkön látva őket, ott győztetek, de egyre jobb tegyek. Nyújtottak. Elsőként mindenféleképpen gratuláció, illeti a, a szegedi csapatnak a teljesítményét, és természetesen ö, mindenki tudta, hogy gondolta, hogy Berlinben az elődöntő mérkőzésen a Berlin ellen, a házigazda csapat ellen nagyon nehéz dolgok lesz, de azt gondolom, hogy a szegedi srácok maximálisan helytártak és végúraval a mérkőzést győzni tudtak az elődöntőben, az csapat ellen, és természetesen egy, egy ilyen elődöntőben való siker akkora önbizalmat, lökést adhat a csapatnak, ami látszott is a, a a döntőben is, úgyhogy azt gondolom, hogy maximálisan megérdemelték ezt a kupa sikert. Ezek szerint akkor jó ómen volt számukra a, ez a bajnoki döntőzés előtte, tehát egy jó felkészülést biztosított a Veszpín elleni csata az EHF Final 4-ra. E, nyilván, hogyha ha megnyerték volna a magyar bajnokságot, akkor még nagyobb örömmel elállnának, mentek volna az EHF Kupa döntőre, de természetesen mi maximálisan örülünk, hogy a, a magyar bajnoki cím az a mi kezünkben maradt és hogyha ezzel tudtuk az ő munkájukat segíteni, akkor, akkor természetesen ö, hozzá tudtunk járulni az ő sikerükhöz. A bajnoki döntők alapján azt mondnak, hogy szerinted mi az, amiben ez a, meg hát a Final Four alapján, mi, mi az, amiben ez a szegedi csapat ez, ez sokat javult és sokat változott ebben a szezonban, ebben az évben? Mi lett most az erősségük? Azt, azt gondolom, hogy fegyelmezett játékot, képviseltek az egész szezonban, egy-két vereség ugye náluk is becsúszott, de a sport az, az, már csak ilyen, mindig a, a végeredmény számít, és gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk, hogy nem is a Magyar Bajnokság vélet a Magyar Kupában, de nemzetközi szinten az Elf Kupának a csúcsán tudtak végezni, azt gondolom, hogy a, a pásztor személyében egy olyan munkát kezdtek el végezni, illetve el folytatni az egész szezon során, hogy hogy ez itt a, a, bajnokság végére kitükröződött, és azt gondolom, hogy a legfontosabb mérkőzéseken tudtak jó nyújtani. Na de mi az, amivel a Veszprém még náluk is jobb? E, jó kérdés, természetesen, ugye mi összeszokottabb e, csapat vagyunk talán egy piccel, mint a, a, a Szegeditárság, és azt gondolom, hogy nagyon jó nálunk az öltözői hangulat, a felkészülések e, taktikailag maximálisan szoktak. E, menni igazából, és, és tényleg minden játékos, mind védekezésben, mind pedig támadásban tudja a dolgát, és, és ami eddig úgy érezte, mint, mint Veszprém ellenfér ellenféljátékos tehát még Barcelonában, hogy ez a Veszprém az 45-50 percig minden csapatta partiba tudott lenni, és egy-két mérkőzésen az utolsó 10 percben buktál. Hála Istennek azt tapasztalom, hogy az elmúlt másfél év alatt megváltozott. Ha vereséget szenvedtünk, akkor nem amiatt, mert az utolsó 10 percben kipukkantunk, úgyhogy óriási jelennel és, és, akarattal készül most a Final Four döntőre. Az egy 60 perces csapat már a Veszprém. Így van, mindenképpen. Mm -hmm. e a három Veszprémi, a Balátlövő, Ilicsa, a Beálló Szulics, és egyetlen magyarként ugye a védekező spe specialista, a is ott lehet a BL szezon álomcsapatában, csapatában. jövő héten zárul majd a szavazás. Hát a, a vezér alak, vagyis te hol maradtál? Kimaradtam most ebből a játékból. Azt gondolom, hogy, hogy mind a három játékosunk maximálisan megérdemli az, hogy, hogy egy szavazni lehet rá, és természetesen nagyon sok sikert kívánok, hogy ott legyenek ebben az államcsapatban. De mégiscsak azt gondolom, hogy, hogy a legnagyobb ajándék számukra az az lenne, hogyha, illetve számunkra is, hogyha emellett a, a, a Béatró el tudnánk hódítani. Az eddig a BL idény alapján, hogyha neked kellene szavazni a játékos társaidra, és csak egyre szavazhatnál közük, akkor kire a voksodat? Eddig. A Final Four az egy külön történet lesz. Azt gondolom, hogy a Sulic óriási munkát végez, mind támadás, mind vélekezésben, és olyan rengeteg időt tölt a pályán, vagy kényszerből, vagy nem kényszerből, hogy nélküle nem biztos, hogy ez a csapat most ilyen teljesítmény nyújtana, de gyakorlatilag az egész csapatot betenném én a, 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 az álomcsapatba. És a akkor családban. azt mondd hogy az elemzők szerint mindig ki szokták emelni, hogy, hogy ebben a számomban fantasztikusan jól működött az a trió, amit te, Szulics és Ilics alkotott. Ennek mi a lényege és mitől tud ilyen erős lenni? Azt gondolom, hogy minden játékosnak, minden csapattagnak a, a a, a játéka nagyon fontos, aki három vagy négy vagy öt percet tölt a pályán, ugyanolyan has, hasznos tud lenni a csapatnak, mint aki esetleg 40-45-50 perceket. Úgyhogy jó a csapat egység, természetesen mérkőzéseken vannak húzó emberek, vagy vannak hála Istennek húzó embereink, de ugyanúgy, hogyha a, a védekezés esetleg a, a, az illicse, illetve rám egy kicsit jobban figyel, akkor meg a szélsők, illetve a bálósok kerülnek előtérben, és azt sem szabad elfelejteni, hogy igazából nekünk a, a, roppant kemény védekezésünk, a hatékony védekezésünk utána gyors lerolásokra szeretnénk építeni, és itt meg az irányítónak a feladata elengedhetetlen, hiszen ők azok, akik felhozzák a labdát, és, és utána leosztják. Tehát ö, azt gondolom tényleg, hogy egy kollektíven kell nekünk nagyon egységesek lenni, és jó teljesítmény nyújtani. Tehát azon, hogy 60 percesek vagytok a Westpring főereje, most a, a változatosság és a variációs lehetőségek? Így van, szeretnénk minden lehetőségre felkészülni, és lesznek olyan dolgok is, amit abszolút ilyen ö, spontán kell majd meghozni döntéseket, de azt gondolom, hogy a csapatnak van olyan kvalitása, hogy ezt el tudjuk majd képzelni, illetve dönteni. Laci, abosban minket, hogy egy ilyen BL Final forra történő felkészülést ugye, ismeritek az elődöntős ellenfelet, illetve hát nem tudjátok, hogy a döntőben, ha bejutnátok, ki lenne az ellenfél. Ilyenkor három csapatra, három stílusra, külön egyenként minden játékosra és minden lehetséges ellenfélre készülni kell? Abszolút óriási háttérmunka, folyik, tehát azon túl, hogy zajlanak az edzések és fizikális mentális felkészülés. Emellett ugye a két edző, illetve a videósunk rengeteget elemez, és amit említettél, hogy most nem egy csapatra kell felkészülni, hanem mind a három lehetőségre, és természetesen nem nem egy-egy meccset kell nekik elővenni, hanem az utolsó mérkőzéseket folyamatosan percről percre elemzik, és úgy vágják össze a videót. Ilyenkor az azt jelenti, hogy neked is például gyakorlatilag álmodból felkeltve tudod három csapat minden kapusánál, hogy mit, hova vár és hogyan védik. Így van, természetesen a kapusokat is szoktuk elemezni, de inkább a, a játék részben a, a mezőnyjátékosoknak uh -huh. a, a munkáját, mind védekezésben, mind támadásban. És, és valóban vannak már olyan olyan érzések vagy olyan gondolatok a fejemben, azon túl, hogy már csak két hét múlva játszok ezt a Final four hogy, hogy igen, már ott a fejekben nagyjából összeáll a kép, hogy hogy és mit kéne csinálni. Te már tudod a kill gyenge pontjait? Természetes, ugye azért egy speciális, illetve egy jó videó felkészülés kell, de természetesen a, a tavalyi szezonban ugye volt szerencsénk, illetve a bal szerencsénk játszani velük négy mérkőzést, és ezáltal, ezáltal azt gondolom, hogy nagyjából tudunk, tudjuk, hogy mire készülhetünk, mi várhat bennünket. No, a Veszprémnek két klassz és játékosa van minden pozícióban, fantasztikus szezonja, az elődöntőkön 50 százalék esélyt adok a két félnek, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy másodperccel is lankadjon a figyelmünk. Áron Pálmárszon az ellenfél ki Lizand irányítója mondta, az 50-50 százalékban -50 mennyire egyezik a véleményetek? Azt gondolom, hogy, hogy, maximálisan talán, ami a feléjük billenti a, a mérleget egy picit, hogy van Final four rutinjuk, de azt gondolom, illetve azt érzem itt a játékos társaimon, hogy az elmúlt másfél évben egy olyan meccsen sem éreztem meg illetve rutintalanságot, ami miatt mi háttérbe szorolnánk, Úgyhogy ráadásul a tavalyi negyed döntős vereség, illetve kiesés pont a kilel szemben. Azt gondolom, hogy egy Final four minden csapat óriási akarattal készül, akkor itt nálunk ez, ez hatványozottan fog majd érezhet, illetve érződni, hogy nagyon szeretnénk a kiült megverni az elődöntőben. Azt valószínűleg kimondhatjuk, hogy ahhoz az állapothoz képest a Veszprém többet fejlődött, mint a Kiel? Nyilván nem a mérkőzés vég kimenet előtt ezt nem tudjuk jelenteni, viszont azt tudom, hogy, hogy jó úton haladunk, valóban fejlődtünk az, el, az elmúlt évhez képest, ugye a Momir a az érkezése az óriási lökést adott a csapatnak, és, és tényleg mindenki azt gondolom, hogy olyan évet produkált, vagy olyan periódusban vagyunk, hogy mindenképpen optimálisak lehetünk, optimisták lehetünk az elődönt előtt. Melyik korábbi BL meccsetekre hasonlíthat leginkább szakmailag majd ez a párharc? az ideiek közül. Érdekes, ezt nem is nagyon lehet szerintem előre megmondani, általában egy ilyen döntő-elődöntő, nem a szépségről, hanem hanem inkább az akaratról, illetve a, a küzdeli tudásról fog szólni, igyekszünk maximális teljesítmény nyújtani, és elengedhetetlennek lesznek a technikai hibáknak a, 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 a száma, tehát hogyha ezt le tudjuk minimalizálni, akkor azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy partiba tudunk lenni majd a ellen. Ha van olyan, hogy kívánság, akkor a másik ágon kit szeretnél? Először jussunk be a döntőbe, utána meglátjuk, hogy, hogy ki lehet a, a másik ellenfelünk. épészel gondolkodva mindenki azt mondaná, hogy a Barcelona, de ugye tavaly is a, a, a döntőre a az azt mondta, eset, így, az, van, így van. Az így van, bizonyítja, ugye. hogy nem biztos, hogy ilyenkor... Abszolút. Tehát egy meccsen vagy két mérkőzésen, egy hétvég alatt tényleg bármi megtörténhet. Hát ráadásul azt nem tudom, hogy mennyire van közben, hogy lehet a fejedben, hogy ez egy jó kifacsaros szezon lesz meg én, hiszen amikor túl lesztek majd a BL Final akkor megint nem lesz megállás, hanem ilyen nyomás, meg ilyen teljesítmény után majd el kell kezdeni egy sorsdöntő VB-selejtezőre készülni. Így van, nézzük pozitívan a dolgot, akkor már csak azt mondanám, hogy úgy gondolom, hogy már csak négy meccs, és már csak négy győzelmet kell elérni, és hogyha ezt teljesítjük, akkor azt gondolom, hogy mind mi kézabdások, mind pedig a magyar kézabda nemzet abszolút büszke lehet. Mind a Veszpém csapatra, mind pedig a magyar váltottra hiszenak az azt jelenteni, hogy mi b győztesek lennénk, és a magyar váltotta pedig a szlovénok ellen kivívnánk a világbajnoki kvalifikációt. Úgyhogy ö, ilyen mentalitásba fogunk készülni. Természetesen ugye van a fizikális része, valóban rengeteg mérkőzés edzés a hátunk mögött van, de, de azt gondolom, hogy jó pozícióval várjuk ezt a VB-selejtezőt is. Egy utolsó kérdés még a, a, a BR-ről lehet, hogy furcsa, meg provokatív, de szerinted meg fogják engedni a bírók, hogy, hogy ilyen magyar tájkép legyen majd a csata után, tehát hogy adott esetben három magyar csapat, három final for, három magyar győzelem. 14-15 éves pályafutásom alatt gyakorlatilag a tavé párosítása kilellen volt szembetűnő számomra, hogy a, a, bírói tevékenység nem úgy működött, ahogy az várható lett volna, úgyhogy ezzel nem is szeretnék foglalkozni. Egy biztos, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mind az elődöntőt, mind esetlegesen pedig a döntőt sikerrel vívjuk meg. Hát így legyen, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert hogy lesz még neked a nyáron más dolgod is, mert már az utánpótlással is foglalkozol. Nézzük meg, hogy miről van szó, aztán majd kézis táborozunk. És akkor folytatjuk a beszélgetést Nagy Lacival. Hát ugye idén is megtartod ezt a kézistábort, ez már hagyomány. Mi ennek a kezdeményezésnek a végcélja, hol tart ennek a rendezvénynek a fejlődés és a fejlesztése a jelen pillanatban? Idén hatodik a alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Nagy László tábor, Kezdeményezés baromi egyszerűen én, én, imádok a, a, gyerekek közelében lenni, és hogyha megadatik a gyerekeknek egy ilyen lehetőség, hogy az én személyemben a tábor első napjától az utolsóig én velük tartózkodom, tehát edzem velük, ebédelek reggelizek és a fakultatív programokban is részt veszek, akkor azt gondolom, hogy számukra egy akkora élmény nyújt ez, és esetlegesen, hogyha valaki konkrétan a kézabda pályafutása felé kacsingat, akkor egy óriási lökést adhat neki. Úgyhogy természetesen a, legelső és legfontosabb az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a táborban, rengeteget tudjanak tanulni a kézabdából, emellett az egészséges táplálkozás is egy, egy fő része lesz, és egy kis sztár a sztár játékosnak az érkezésével, azt gondolom, hogy annak a tábornak a színvonal az továbbra is nőni fog. Na például idénkik? Meglepetés, viszont az elmúlt táborainkban ugye az Iker Romero részese volt a tavalyi Veszprémi tábornak, kint korábban még Barszanában csináltam, akkor a Viktor Tomasz, az André Csepkin, illetve a Csavi Pascual, aki a Barszának az első számú edzője, úgyhogy, úgyhogy lesznek idén is. Tehát külföldről is érkeznek. Külföldről idén is. is, így uh -huh. meg Magyarországról is lesznek játékosok. Uh, idővel lehet, hogy ebből egy egész éves bentlakásos suli is ki fog nőni? Egy fel, nagy László Felmerült a fejemben, voltak is, nem is mondom, hogy megkeresések, de, de konkrét elképzelések. Jelenleg ezzel az egyhetes ciklussal számolunk, hogyha a jövő úgy alakítja, hogy, hogy lenne rá kereslet, akkor mindenféleképpen elgondolkodnék a, a dolgom, már pedig azért is, hiszen építeni kell a, a jövő magyar kézabdázóit, és azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kiugró lehetőség mindenféleképpen pozitívan hatana a magyar kézabdára te hamar kiszúrod az extra tehetséget az egészen kicsi gyerekek között is? Természetesen, hogy egy hét alatt azért nem várhatunk olyan Ö, nagy fejlődés, viszont látjuk, illetve a visszajelzésekből halljuk, hogy, hogy a gyerekeknek a, a, szemlélete, illetve a hozzáállása megváltozott, úgyhogy ezáltal már egy óriásit nyertünk mi is, meg szerintem a szülők is, illetve a gyerekek is. Azokon tudjuk észrevenni, akik rendszeresen járnak vissza a táborokba, mert hála Istennek a, a versenyzőink 70-80 a visszatérő vendég, úgyhogy ez is elmondja a tábornak a, a hangulatát, a, 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 a színvonalát és ezeken a valóban, gyerekeken valóban látjuk azt, hogy 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 fejlődnek, ez is mutatja, hogy hogy jó kézletben van mind az országunkban, jó nevelés van az országunkban, úgyhogy így tovább. És azt mondd meg végül, hogy a korszerű játékot figyelve is jól láthat, hogy a sportág magasodik, és szerinted általában itt is elemző lesz az, mint a kosárban, ugye annak idején te is ott kezdted volna, hogy mondjuk úgy 20 év múlva a kézisportot sportot általában is azok a magasságú emberek fogják jellemezni, amilyen most te vagy? Ö, nagyon jó a kérdés, és, és valóban fejembe is meg. Már a kiválasztásra is. Így gondolom, van, hogy a kiválasztásra, igen, egy nagyon egyszerű példa lehet, hogy Magyarországon a kosárasok biztos, hogy ismerik kézlabda, belkekben nem. Egy Roberto Duegnasz nevezetű spanyol válogatott kosárlabdázót úgy szúrták ki az autóbusz megállóba a magassága miatt, és akkor mondták, hogy nem jönnél le egy kosárlabdázés, és megmondta a vállát, azt mondta, hogy igen, válogatott, illetve a Bajnokok Liga egy győztes kosárlabdázó lett belőle. Szóval igen, maga, nagyon fontos ez igen, lesz a kézilabdánál is. Igen. Na hát akkor jó tábort neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ami a legfontosabb, hát nyerjétek meg a BL-t. Köszönjük szépen, azon leszünk. Köszönöm, hogy itt voltál.